Joe Cullen a hetedik, kiemelt Dave Chisnall ezúttal nem, de hát azért ő is az a tapasztalattal és talán mondhatom az rutinnal képességgel rendelkező játékos, aki bármikor el tudja kapni a fonalat, és akkor aztán teljesen mindegy, hogy hanyadik kiemeltel játszik, tudja nehezíteni bárkinek a dolgát. Igen, de viszont az utolsó 8 találkozójukból egyet tudott csak megnyerni Dave Chisnall, méghozzá 2020-ban a World Grand Prix, tehát közel 2 éve tudta utoljára megverni Joe Cullent, és az utolsó találkozójuk az pont nálunk volt Budapesten, hiszen a Hungarian Darts Trophy, ugye a European Tour magyar állomása, annak is az elődöntőben 7-6-ra tudott nyerni Cullen. Jó, szoros. És előtte is azért voltak szoros meccseik, de nem játszanak túl sűrűn, hiszen a Masters volt 2021-ben, az azóta csak 2-szer találkoztak, tehát 2 év alatt gyakorlatilag összesen 3-szor. Nem, és ez nagyon nem egyszerű merítés a kettőjük összevetésében. Hát jó sorozatban van Cullen, hogyha az egymás elleni eredményeket nézzük, vagy meccseket. Csak erre szokták azt mondani, hogy a sorozatok azok meg szoktak általában szakadni. Van, és Csizi most szerintem nincs rossz formában, egyébként itt is megverhette volna Cullent. 6-1-1, 6-3 meccset játszottak, úgyhogy bízom benne, hogy ez most is az lesz. 11-9, 6-0, és ugye ez a 7-6, ami a legutolsó. 3 tripla, tessék. Nem ponttal kezd, igen. Százas. Már rá is kezdenek a Barney Army-ra a holland szurkolók, ha már így alakult, hogy hogy nincs itt. Százas Chisnalltól, így egálban vannak. Most egy 134, ugyan nincs kiszállón Cullen, de nagyot haladt lefelé. Chisnall 258-ra bedob egy 180-at, a lehető legjobb kor. Cullen érezze a törődést. És nem is jön a tripla Cullennek. Viszont Chisnall tripla nélkül is ki tud szállni, 2 simával. Akár, de természetesen lehet, hogy triplával kezd, mindjárt meglátjuk. Bizony, bedobja a tripla 18-at, dupla 12. Még egy nyíl a kezében, de nem találja el a duplát. Cullen visszakapja az esélyt a dupla 18-ra. Most Cullennek sem jön a dupla, és belülről fogja a harmadik nyíllal. Ez elég nagy hiba. És most Chisnall dupla 6-ra, nagyon rákoncentrál, break lehetőség rögtön az első legben. Ez mellette. Az már a helyén. Az első leget Dave Chisnall nyeri hátsó pályáról, annak ellenére, hogy Cullennek bőven megvolt az esélye erre a legre. Százas, 125-re. Százas. Chisnall szépen folytatja a két triplás köre után, miközben Cullennek nem jönnek a triplák. Tehát elég
enervált játékot mutat Joe Cullen, 83-as átlagon, Csizik 95 fölött. Na most jó a 140 kezdés, és igen, 140-et sikerül oda helyezni. Szégtem. 156 marad. 97-es kör. Igen, az első tripla. Az a helyén. Második. Az már fölötte. A Kalennek nem túl kényelmes ez a kiszálló. 124 kellenek a triplák. Még mindig a tripla. Megvan, és a bull. Sokon volt, igen. De 2-0 lehet most. Még azért ez ezen a szinten. Akár még azt is mondhatnánk, hogy rutin feladat. A 16 megvan. Az az. Meg is oldja Csisznál. Kalennek össze kell kapnia magát, nem szabad elengednie nagyon Csizit. 123-mal kezdenek megfelelően. Pont most beszélnek róla egyébként Chris Masonék is a fülünkre, hogy Csizinek voltak meccsnyilai Budapesten, ugye az utolsó meccsükön. Most ezt elevenítik föl szintén, hogy azért ez egy nagyon kiélezett csata volt kettőjük között. Ez most egy, nem tűnik annak, de reménykedjünk benne, hogy a végjáték azért borzasztóan izgalmas lesz. Két ilyen remek játékos esetében. Jött kérdés, a triplamentes statisztikát nem vezetik-e már? Ez ugye, ne felejtsük el, hogy ez egy másik társaság. Igen. Közvetíti. Tehát a, ugye ott kint Nagy-Britanniában is főleg két tévétársaság az, aki közvetít, ugye vagy a Sky, vagy az ITV, és ez most ITV-s produkció, itt nincsen ez a triplamentes körvezetve, az inkább a Sky-osoknak a statisztikai adata szokott lenni. Ugye mások a kommentátorok is az ITV-nél, de mindenki nagyon jó szaki egyébként, meg régi dárcosok, illetve olyan újságírók, vagy olyan riporterek, akik azért foglalkoztak a dárccal már nagyon régóta. Úgyhogy igazi szakértő brigád van mind a két csapatban. Például Dawson személyében van is átfedés, ugye a European Tour. Hoppá, itt közben 50-nel kezd Cullen, és a dupla 6 mellé dobja a Csizi, 3-0-ra vezethet. És nagyon nagy hiba volt Cullen, hogy ezt nem fejezte be. Szóval vannak átfedések is, de a két társaság máshogy kezel itt a statokat. Na még egy. De nem csinálja, meg! Hihetetlen. Szeretne ő is izgalmas meccset, úgy látszik. Nem akarja lesimázni. Jaj! Nagyon messze. Az és aztán meg bedobja. Benne a dupla háromban, majdnem 17-es lett, de a majdnem az pont annyit számít, mint a fél méterre mellé dobta. Még a drótot is érte szerintem. Így van. De a kezdés nem jó Csizitől. Na, nézzük, Kalent esetleg elkapja a fonalat. Nem kapja el a fonalat. 43. Hát egyik jobb, mint a másik kezdésből. Úgyhogy gyakorlatilag kezdődött előről a dolog. Kérdeznek tőlünk Winstelliről, hogy mi újság van vele. Hát ő VDF versenyeken indul, ha jól tudom, mostanában. Meg legfőképpen az asszonykáját kísérgeti a Women Series-re és a női versenyekre, Lauren Winstellit, ugye ő azért a
a női mezőnynek a első bolyába tartozik, tehát a legjobb játékosok között ott van, úgyhogy ott mindig nagy bőszem mutatják őt is, hogy, hogy szurkol feleségének. Na, most jönnek a triplák Kalennél. 304-re Csizi, 140-nel lemelt kiszállóra. És abból az egyik megvan. A második nincs. Így viszont nincs kiszálló. Nézzük Kalent. Az egy egyes. Ráadásul. A tripla 18 az jó. Helyzetet. Na. Most hisznál, most nagyon jó dob. 180 az igen. És 24 marad így. Na nézzük. Egy szektor. Két tripla. Ó. Megfelezi a pontjait Cullen. Dupla 12, hát már kifogott Csizin egyszer. Most nem teszi meg. 3-1. Visszáll a kétleges különbség. Viszont Cullen jól kezd. 180! Milyen jól! A negyedik nyíl sajnos alatta volt, de a tripla 19-ből kettő is megvan. Szép 123 Csisznától, de Kalennek azért az előnye az elég jelentős. Mondjuk ötösöket nem kéne dobnia, főleg nem ilyen körítés mellé. 89 pontos átlagon van Kalen, 86,6 Csizná, tehát nem mondhatni azt, hogy nagyon villognának. Kalennek borzasztó kiszállója, 7-ből 1, Csizinek 10-ből 3. Kalend 100, 260-ról. Csizi pedig lehúzta az ötösbe neki. És itt sincs tripla. Úgyhogy ez még mindig 200 fölött. Megvan a tripla, és a dupla. És a dupla 20 is. 3-2. De a break előny még ott van. Csisznánál, úgyhogy... Most nézzük kezdésből, meg tudja ezt őrizni. Ez az egész jó kezdés, meg a folytatás sem rossz. 180! Összesen 3-17 nyilas tudott dobni Csisznál, amire egy 20 és egy 14 nyilas volt Kalen válasza. Úgyhogy azért van mi javítani még nekik. Bedobja a negyediket. Az ötödik az fölé megy. 140. Az eddig egész jól néz ki. Az egyesbe megy a harmadik. Ez elúszni látszik ez a leg Kalend számára. Csak már olyan sok leg nem úszhat el. Ja, nem, abszolút. Hát vissza kell szereznie valamikor a bréket, ha nyerni akar. Van a hetes. Nézzük a tábla tetejét. Nincs meg. De most aggódnia nem kell, mert 320 az 320. 58. Hát valahogy nem nélkül dob. Ja, igen, elég enerváltan játszik. Mintha izomláza lenne. Bedobja. 4-2. 83-as átlag, nem is tudom, mikor láttam ilyet Joe Kalentől utoljára. Elég gyengécske. Ez
Százas Csisna a kezdése. Rendszeresen alá, itt meg fölé. Ahol nem jön a tripla, és itt bajba kerülhet már rögtön. Megint elbukhatja a kezdését, és akkor Csizi meg behúzhatja a meccset előről. Főleg így, oda néz. Nagyon jól áll Csisna. 180! És már az ötödik 180-a lesz. Negyedik. Negyedik? Csak négy volt. A meccsen. Mert egy van Kalennek. Húha. Ne. 140. Már 140-ről jön. Igen, bocsánat, Csizna. Tripla 20. Nincs meg így aztán. Inkább csak egy jó kerekítés. Jelnie kell, hogy ne menjen bele a triplába véletlenül se. Ezt megoldja. 40 marad. Mi van Kalennel, de ez katasztrófa. Az ő szintjé mindenképpen. Na nézzük a dupla 20-at. Meg is oldja Csisznál, 5-2-re vezet. És kezdhet a pedig 80,17-es átlagon. 80. Nem is nagyon érti ő sem, hogy mi történik. A zsinórban 5 Joe Cullen siker az egymás elleni statisztikában, 140. Jól is kezd Csisna. Úgyhogy most ez a sorozat szakadhat meg. Sőt, ugye a legutóbbi 8 egymás egy találkozóiból csak egyet tudott Csisna megnyerni. Ez most csak 60. Nézzük ebbe a csakot. Nem jön a tripla. 18-ason sem. Most Csisna letutiszhatja a meccset. Nem jön tripla. Ó, és dob egy 45-öt. Tripla, meg még egy. 180! Utolsó nagy nekirugaszkodás, hogy még meccsben maradjon Kalen. 156-ról viszont Csisna befejezheti, így már nem. És nem sikerül megoldani a kiszállót. Így aztán Dave Csisna le is zárhatja ezt a mindenképpen Cullen számára óriási csalódást jelentő mérkőzést, hiszen 82-es átlag, nagyon durva, hogy ilyen rosszul játszik. Na, kihasználja Csizi? Nem. Ad még egy esélyt Joe Cullennek, hogy meccsben maradjon. Ezt már kihasználja Cullen. 5-3-ra fölzárkózik, és ő kezd. De hát mindenképpen javulnia kell, mert ez kevés. Az első 9 nyilassa is egyébként 88,79, ez nem jellemző rá. Ez 25 a kezdés, az jó. Régen volt már olyan, hogy ilyen hullámvölgyet lássunk a játékában. Száz nyolcvan! Na! Jön a válasz. 140. Mighty
Azért az utolsó nyíl az nagyon kellett. Kettőt hagy. Kalend még magának úgy, hogy ugye nincsen kiszállója Csizinek. Na, 32 az 5-4-hez. Nincs benne. A dupla 8 viszont igen. 5-4! Most kell Csizinek oda pakolni, ha nyerni akar, de ezt ő is tudja. 108! Ez már az ötödik. Negyedik az... Alul a tripla 19 sincs meg, és fönt sem jön a tripla 18. És most Kalen is dobja egy triplát. Ez alá megy. 140-et dob. De csak lekövetni tudja Csizit. Kicsit lehet, hogy késői lesz ez az ébredése Kalennek. Csisznál bedob egy 100-ast, azzal lemegy kiszállóra. Kéne két tripla Kalentől, így már nem lesz kiszálló. Sőt, egy 41-et dob. Pláne nem lesz. Hatnyira biztos van. Megvan a tripla 20. Négyre, nem is fog rá, de rá fog. Rá megy. Nem fog rá. Rá meg is kapja érte. Még Kalen is lepacsizik vele. De hát ilyenkor ezt el kell engedni, tudja, hogy miért ezt csinálta, hiszen sokkal jobb odaállni egy 40-hez, 3 nyíllal a kézben, mint kerekítgetni. Egy magabiztos befejezés. Egy újabb kiemelt bizony. Az előbb is dupla 20 volt a problémás neki. Hát ez hihetetlen, hogy nem tudja befejezni Dave Chisnall. És mostan van nagyon Kalend, de megoldható a 142. Meg is dobja a triplát jó hozzá. Ó, még egy kellett volna, és akkor 28 marad. Így viszont 16 marad. Hát de a dupla 20-at dobni kell. Húha, ezt most nem értem. Úgy látszik, még szeretnének egy döntőleget látni a hollandok. Ezt most nem is érti szerintem Csisznál, hogy mi van. Hát gondolom, hogy nem ment rá a búra, az nem tetszett a közönség. Ja, és akkor most el. Hát igen, végül is így utólag tudod, nem találtál a 40-et, akkor igazán szép lehetett volna egy 164-es kiszálló. Ajaj. Nem dobja meg. Azt a mindenit, ez hihetetlen. Na és ezt most Kalennek meg milyen feldolgozni, hogy azért ők jóba vannak, és hát igen, nem ez kellemes most helyzet, a 8. Bedobja. Bedobja. Bizony. És úgy alakul, hogy Kalen kezd. Egyébként az a vicces, hogy a Nejem ugye, aki megrögzött Kalen szurkoló, megint hopp, nekem már egy... 180! Egy 35 perccel ezelőtt megírta, hogy innen nyerni fog Kalen, amikor 5-2-re. És nézzek, 180-nal kezd. Ez most kellettek szerintem a holland szurkolók is, azért tegyük hozzá. Az nem volt 5-ös, túl... az nem túl jó, de így a folytatás rendben van. Az 119. Jó. Pff.
Igen, sose tudjuk meg, ha rádob a búra, akkor mi történik. Hát azért az esetek többségében egyébként ezt szokták csinálni, hogyha valaki 240 ponton van az ellenfél, akkor nem nagyon dobnak rá 164-re. 118 Kalen, onnan kell majd befejeznie, vagy fejezheti be. Csizi 302-n, de hát elúszni látszik ez a hajó. Azért még nincs még, vége. Még, igen, valami még egy tripla. Oldani, főleg, ha ilyeneket hibázik, és csak 78-ig megy le. Na nézzük, Kalen. Most egy jó kerekítés Csisznától, vagy egy jó alsó értéket. Hát az így... Ajaj. Állam. Ó, és az a nincs is kiszállója Csizinek. De ideges lesz szerintem. 38. Dob egy 40-et, meg egy 38-at, és még így is esélye van a 40-et simán három nyílal odaállni. Na nézzük. Szimpla 16. Ő is lemegy 40-re, de Kalen dobhat először a dupla 20-ra, dupla 10. Bedobja. És tényleg megnyerte Joe Kalen. De hát azt hiszem, hogy ezt most megköszönheti részben Kalen a holland közönségnek, mert amit ott műveltek Csisználól, elég csúnyán megbüntették, hogy nem dobott rá 164-re, de hát ez ilyen játék. No. Kalen sem ünnepli túl a dolgokat, mert mit nagyon, én őszintén nyilván én nem feltétlenül kritizálhatok, de a holland közönség az ezúttal sem a legsportszerűbb módon járt el. Mindjárt folytatjuk.